A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium elnöke elmondta, már készülnek a következő Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri konferenciára, függetlenül attól, hogy az anyagi támogatások évről évre csökkennek. Sok-sok helyről kellett összeszedni a pénzeket, viszont a támogatók között így meg tudott jelenni a Magyar Nemzeti Tanács is, amely támogatta, fölvállalta a Kristálygömb-díjnak az anyagi vetületét. A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium kiadói tevékenységgel is foglalkozik. Hamarosan megjelenik a Planta sorozat új kötete. Ezek a könyvek főként a felsőoktatást segítik. A tavalyi VMTDK-n mintegy 150-en vettek részt. Az idei megmérettetésre Szerbiából és külföldről is várnak jelentkezőket.